Évente megünnepli minden templom patronusát, védőszentjét. Vasárnap a keszthelyi főtéri magyarok nagyasszonya plébánia templomba ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek. Tál Zoltán plébános a szentmisén idézte fel a szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot, amit István király halálát követően sem tudtak meggyengíteni. A harcokat, amikor a tatárok és törökök ellen is Jézus és Mária nevét kiáltották katonáink. A liturgián kiemelte a patrona Hungárié sajátos ikonográfiáját, fején a magyar szent koronával, a karján ülő kis Jézussal, akinek kezében az országalma látható, másik kezében a jogar. A keszthelyi templom felszentelésekor a honfoglalás és államalapítás ezeréves évfordulóján 1896. szeptember 8-án kapta az elnevezést Szűz Mária, magyarok nagyasszonya. Addig is Mária volt az oltalmazója a főtéri templomunknak, de akkor a magyar millennium évében a magyar katolikus püspöki kar kérte 13. Leópápát, mi köszönthessük külön ünneppel a szentséges szüzet, Magyarország fő patronusát, és így lett számunkra Szűz Mária, magyarok nagyasszonya. A búcsú minden évben valóban egy belső lelki öröm, hiszen idejövünk, és a Szent Szűz anyai pártfogását kérjük az egész egyházközség számára, városunk számára, családjaink, betegeink, haldoklóknak, úgyhogy ez tulajdonképpen egy imádságos közbenjárás mindazokért, akik hozzánk tartoznak az egyházközségben. A jeles napon ünnepelt a templom énekkara is. A 15 éves Szálve Regina kórus tagjai rendszeresen részt vesznek a szentmiséken, ünnepnapokon, rendezvényeken. A búcsúi szentmisét követően a hívek a plébánia épülete előtt dombormű avatásra gyülekeztek. A Mindszenty József hercegprímást ábrázoló domborművet Hunyadi László, magyar örökségdíjas szobrász készítette. Az alkotást Tál Zoltán plébános áldotta meg.